Az iskola gyűlésen Vencel Csaba igazgató több szempontból is értékelte az első fél éves munkát. Egyfelől a tanulmányi teljesítményt, ami örömteli, hogy javult, 4,18%, javult a lemorzsolódási mutató is jelentősen a korábbiakhoz képest, ami annak is betudható, hogy az idei tanév első fél évben már jelenléti tantermi oktatás folyt, így a személyes kapcsolat sokkal erősebb volt mind a tanítványokkal, mind pedig a kedves szülőkkel. A Tarcinak 468 diákja van, közülük 71-en lettek kitűnők. Az iskola gyűlésen elkészült az a hagyományos fotó, melyen a jeles és kitűnő eredményű diákok láthatók, idén összesen 146-an. Vencel Csaba hozzátette, a jó eredményhez hozzájárult az is, hogy nagy figyelmet fordítanak a diákok egyéni igényeire. Egyéni bánásmódon nem csak a sajátos nevelésű vagy a magatartászavaros tanulókat értem, hanem a tehetséges tanulókat is, mert rendkívül fontos, hogy ezekhez a gyerekekhez differenciáltan, egyéni képességeikhez mérten forduljunk, és ez szerint tanítsuk, neveljük őket. Természetesen öröm a jó jegy a bizonyítványban, de a lényeg az, hogy a diákok magukhoz mérten teljesítsenek, a gyerekeket mindig önmagukhoz mérjük, tanácsolják a szakemberek.